diákok, akik itt sorfalt vannak állítva a ballagóknak, valaki nem tudta fölhúzni a nadrágját, és akkor nem lett a kis pálcika figurára nadrág rakva, vagy tanároknak a híres mondatai aranyköpései vannak a falra fölfestve, illetve jó kívánságok a falakon. Hogy lehet-e egyáltalán, és hogy mikor lehet majd ballagni ebben az évben, még a jövő zenéje. De a végzős középiskolások számára ez egy olyan felejthetetlen élmény, amiről nem szívesen mondanak le. A Tolnai Szent István Gimnázium néhány fiatalja gondolt egyet, és ha már ünnepelni nem lehet, legalább a virtuális világ segítségét hívva felépítették kedvenc iskolájukat. Hát az ötlet úgy jött, hogy az egyik végzős lánynak barátnője csinált még a születésnapjára egy hasonló projektet, és így ennek a végzős lánynak az édesanyja kitalálta, hogy akkor ezt megcsinálhatnánk mi is, csak az egész iskolával ballagásra. Körülbelül másfél hetet dolgoztunk, általában délután és este, mikor nem volt munkaidő, mert páran fiatalabbak, illetve ennek a lánynak az édesanyja, Tuzi Ibolya volt az, aki lényegében felügyelte az egészet. És hát nem számoltam, azt hiszem múltkor kiszámoltam, hogy a nagyjából 24-25 órát dolgoztunk rajta összesen. A terv az, hogy ezt a számítógépes világot megőrizzük további időre, mert kaptunk már visszajelzést az iskolától, hogy ők ezt szeretnék megtartani és továbbfejleszteni, emiatt majd a környezetét is megcsináljuk az egésznek, nem csak az iskolát. A virtuális építkezés kockáról kockára zajlott, meséli Gergő. De természetesen elhelyeztünk olyan elemeket is a falakon, melyeknek üzenetét igazából csak az érti, aki ide járt. Az épület megalkotásánál a jelenlegi helyzetre is kicsit poénosan reflektáltunk, hisz az összes ajtó az épületben koronavírus barát, mert kis járólapokkal lehet kinyitni őket, szóval egyikhez se kell hozzáérni kézzel, így is mellőzve a koronavírus terjedését. Mivel a játék úgy működik, hogy egyesével lehet kockákat lerakni, itt mindent tervrajzok és alaprajzok alapján kellett megcsinálnunk, valamint fotók alapján. Egyesével lerakosgatni nehéz volt a kockákat, egyenes vonalakat tudtunk idézőjelbe csalni a szoftverrel, hogy falakat meg tudtunk építeni, de a legtöbb munka azzal ment el, hogy pontosra megcsináljuk az épületet. Majdnem teljesen alaprajzi pontosságú, mivel a játék limitációi, mivel egyszer egyes kockákat enged építeni, a való életben meg nem így építettek, hogy minden egy-egyes méretarányban van. Emiatt némi csúszás lehet, de külsőre, illetve a belső felépítésre úgy 90%-ban megegyezik. Teljes mértékben a pincétől a padlásig bejárható az épület. A lehetőségek azt biztosították, hogy minden osztálytermet egyformára rajzoljunk be, így itt van egy pici eltérés a valóságtól, vallja be Gergő. Ezzel a projekt nem fejeződött be. A csoport azt tervezi, hogy megépítik az iskola körüli kerteket, és amennyiben marad a lendületből, akkor idővel felépül majd a lovarda és a magház is.